civil közösségek házában, a Kanal Szabad Egyetem következő előadását. Előadom ezúttal Martina Máté, aki arról fog beszélni, hogy a halszművészetek miként segíthetett nekünk, mint önismereti eszköz, jobban megismerni saját magunkat. Az előadásunk természetesen ezúttal is ingyenes, viszont a bejáratnál elhelyeztük egy becsületkasszát, és aki szeretné, hogy a jövőben még több ehhez hasonló előadás és esemény valósuljon meg, az tetszőleges összeget tudja támogatni a Szabad Egyetemet. Ez már még van egy jelenléti is az asztalon, amelyet ha kitöltek, akkor e-mailben fogunk értesítést küldeni a következő eseményeinkről. Tehát akkor én nem is rabolnám tovább a szót, át is adnám Mártinak a telepet, hogy tartsanak az előadást. Köszönöm szépen! Ezek ebben az előadásnak is
perc séta, már az hasznos lehet az embernek, illetve vagy kétszer egy óra, vagy háromszor egy óra, egy héten, tehát hogy akinek van egy ideje erre foglalkozni önmagával, a sporttal, meg lehető is belemegyünk egy kicsit, de az, hogy egy napi 30 perc séta, hát csökkenti magas vérnyomást, késletet, az öregedést, azt már a tüneteit enyhíti, csökkenti a plusz testsúlyt, csökkenti a veszélyét, vagy a lehetőségét, vagy a szív- és érrendszer megbetegedésének kialakulására, vagy csomó-csomó jó dologra. De jó sportolás, nem kell olimpiai bajnok szinten sportolni, elég csak hobbi szinten, de mindenképp, hogy az ember valamit mozog, valamit csinál, az mindenképp egy hasznos. Illetve a kevésbé mozgalmas, vagy egy inkább mozgásszegény életmódot él, akkor nyilván ezeknek az ellenkezője fog rá igaz lenni, hogy nagyobb a lehetősége, hogy kialakul később a cukorbetegség, pláne, hogyha nem vagy a túlsúlyra küzd. Nagyobb a lehetősége a szív- és érrendszeri megbetegedéseknek, stb. Stb. Immunrendszeri megbetegedéseknek, de nem szeretnék senkit sem megijeszteni, most azt mondom, hogy ha nem sporthoz volna meghalsz, mert nem ez a cél, de hát ezek tények, ezek vannak, ez nem tudom népszerű, amikor ezekről is beszélnek, pláne akinek van olyan problémája, akit most éppen érint, de hát ez tény, ez tény, hogy van előnye, van hátránya, és hát több az előnye talán, mint a hátránya. Illetve ez a mostani felmérés az egészségügyi világszervezet, de a felnőtt magyar lakosságnak a 60%-a küzd súly problémákkal, vagy elhízott, vagy túlsúlyos, 53%-ig egyáltalán nem sportol, 30%-ig rendszeres, és a köztes, ami így rendszertelenül. Ez a gyerekeknél sem jobb az arány, tehát körülbelül hasonló, és hát a világban a negyedik helyen álló világban a leginkább elhízott a listáján. Hát ami nem túl jobb, bár negyedik nem fogsz, tehát ha a foci nem megy, akkor már lehet, hogy maga jön, szóval valami. Valami is, hát talán ebben kevésbé nekem viszkinek lenni. Ezek megint adatok fel vannak az interneten, és azért írtam, hogy pontosan tudják idézni. Szóval ezek vannak. Na de ilyenkor följön ebből a kérdés, hogy tudjuk, hogy előnye több, mint a hátrány, akkor miért nem sportolnak, miért nem mozognak az emberek életileg. Nyilván a jelenlegi mindig kivételek, és tudom, hogy valaki játszik hozzánk, és a többieket nem, de azért hogy valami közül talán van a mozgáshoz, ennek örülök. De a baj általán mégis azt, hogy nem fogok sportolnak, és mondom, nem az, hogy most akkor mennyi hetente háromszor másfél órát edzél, mint a bajnok, hanem csak mondjuk hetente kétszerre mennyi egy órát, de még ez se sajnos. És hogy mitől lehet ez nekem, ez azt szoktam mondani, hogy miért nem mozognak az emberek, és így jöhet képbe az önismeret, amire lehet használni. És én úgy láttam, hogy a leginkább az lehet a probléma, hogy a szokásainknak a rabja, hogy a szokásaink irányítanak. És hát vannak jó szokások, meg vannak rossz szokások. Mivel a szokások, azok az automatikus cselekedetek, amikor nem is gondolunk rajta. Tehát ilyen rossz szokás például a lassulás, vagy a túlélés, vagy a halogatás, vagy a biztonság. Jó szokás, egyetem a sportolás, tehát ezek irányítják a leginkább az életünket, amikor is ugye 50 ezer gondolat, az embernek egy nap, ugye a nőknek kicsit több. 80% az nem tudatos, tehát észre se vesszük, így, hogy átmentek rajtuk a dolgok, és észre se vesszük néha, hogy mit csinálunk, rutinszerűen éljük az életünket. Aztán mindenki észre lett, hogy nagyon gyors most a világ, minden török, mindent azonnal kell, holnapra kell, nagyon megy. Szóval ez nem segít abban, hogy ezekre a szokásokra meg tudjuk szabadulni, mert a szokások ezek az automatikus dolgok. Nem gondolkodsz a reggeli rutinot, mondom az étkezési szokásod, sőt még a beszédben is lehet, hogy megfigyelsz családokat, hogy hasonló szófordulatokat használnak azok az emberek, akik egy helyen ülnek föl. És hát ma ott is a nyelvben is, a beszédben is. És hát a beszéd az külön fontos, mert azáltal hatunk meg inkább önmagunkra, vagy a másikra is. Szóval itt a szokásokra látom, hogy a megoldást, hogy itt érdemes keresni a választ, hogy hogy jobban tudjuk irányítani az életünket, a szokásokat, azok automatikusan működnek is. És ezeket egy részét, sőt a jelentős részét kiskorban már megtanuljuk föl a szüleitől, utána a tanárainktól, utána a barátainktól, tehát a környezetünktől, akit a legtöbbet vagyunk. És nyilván, hogy jó környezetben vagyunk, akkor jó szokásokat fogunk elsajátítani,
iskola, ami nem tudja eltépni, mert tényleg lánc meg be van ütve, felmegy az elefánt, és mindig azt hiszi, hogy nem tudja eltépni, pedig akkor már így tudná. Tehát olyan sokáig hallod azt a programot, és olyan sokáig látod azt, hogy hogy csinálják körülött az emberek az életet, ez feltudva nagyon nehéz ezeket felismerni. És hát, hogy a gyerekekkel foglalkozunk, hogy jönnek hozzánk egy szülők, és akkor használják a szófordulatokat, vagy ne legyél olyan anyához szokhatóvá. És hát ugye programozza a gyerekét, és arra szoktatja, hogy ha valami nem megy, akkor gyorsan beadjuk a nyugdíj, és akkor ez működik, és akkor ezt továbbadja, mert ez így szokott generációra, generációra működni, vagy továbbadni, amiket mondunk, amiket teszünk, mert az alapján tanulunk a legtöbb, a gyerek is, amit azt tanulja meg leginkább tőled, amit lát. Hogyha azt látja, hogy a telefonozó el is közül is telefonozni. Mondhatod neki, meg beszélgethetsz vele, hogy tedd le. Hát mindenki ezt szokta csinálni, a családom ilyen csinálja is. Szóval a szokások azért nagyon befolyásoló tényezők lehetnek, és hát hogy lehet ezektől megszabadulni, hogy mit nem jön, hogy jön. Én azt látom, hogy először, hogy egyáltalán észrevegyük, azt kicsit le kell lassítani az életünket, de mindent. Tehát ahhoz, hogy jársz, ahogy eszel, beszélsz, hogy én van nagyon-nagyon sokat beszélek, aki ismer engem, én nagyon szoktam hallani, szóval... De lehet, hogy nem érted, tehát ez, amit most beszélsz, semmi. Szóval én most direkt tudatosan figyelj meg, amit nagyon sokat is átállottam. Most azért is ültem, mert tehát én nekem az előre most is tanulok. Tehát azáltal, hogy ezt csinálom, és az egy nagy ajándék, amikor nyilvánosan tanulhatsz mások előtt. Úgyhogy közben gyakorolsz, és közben meg még jól is érzi az ember magát, szóval direkt. Kártya, és ezek mind direkt nem adnász meg a kezembe, szóval már nagyon tudatosan próbálom ezeket, mert nagyon jár a kezembe, minden nagyon jár. De azt mondtam észre, hogy ha kicsit lelassít az ember, akkor van ideje, hogy észrevenni, hogy miért csinálom. Ezt most ki csinálja, ezt én csinálom, vagy mi történik. Ugye a világ az nem erre megy, hanem most mindenkinek nagyon gyorsan megy, mindenkinek nagyon gyorsan akad, vagy nagyon gyorsan történik. És ha nagyon gyors vagy, akkor automatikus, akkor ezért is nem veszi részre a kijáratokat, hogy ahogy ott kell valaki menni, olyan gyorsan elszállítottál mellett. Szóval nem veszed észre azt, hogy amit éppen csinálsz, amit beszélsz. Tehát egy kicsit lelassít az ember, és tényleg itt minden van beszédbe. Tehát sokszor nincs azon beszél, arról meg egy pár, amit még nagyon gyorsan ezt zabálok néha én is. Nem tudom a számot, ez egy nem vagyok szemben, tehát azért így kívülöm, hogy bárki más a teremben. Talán annyi, hogy azért jobban figyelek magamra, hogy törekszem figyelni magamra, és nem is érzed el az éten ízét, csak zabál az ember, hogy ezt ne észre sem veszi még az ember, mit csinál, hogy meg a drogot, hogy ez ennyi. Tehát a kávé és az végén egy szertartás volt. Ez úgy is, hogy japán útra te a szertartás, mert most is van olyan, hát valami 30-40 vagy akár egy óra, hogy nem tudsz adni teát. Ma már kinek van egy ideje, hogy jó rád teát, vagy csak úgy. Pedig annak is megvolt az értelme. Tehát, hogy egy kicsit lelassítunk, akkor van lehetőség megfigyelni a gondolatainkat. Ez a második, hogy lelassítasz és figyelsz. Figyelsz a cselekedeteidre, milyen szavakat használsz, mik a gondolataid, az érzéseid, tényleg ezeket az az enyém. Nem biztos volt, hogy van az, hogy kijött az anyád a szállóra, hogy szólsz a gyereke, az apát, hogy még ugyanazt mondod, amit tőle tanultál, és nem biztos, hogy jó. Ha jó, akkor csinál. Tehát innen a harmadik rész, hogyha lelassítottál és észrevetted a szokásaidat, akkor elkezdett, hogy ez jó, vagy nem. Ha jó, és épít, és hasznos, akkor csináltad, akkor semmi baj. De ha nem, ez attól viszont valami változtatni. Általában azon a körül szoktunk változtatni, hogyha mindig ugyanazokat a köröket futod, akkor érdemes valami változtatni. Hogyha, és nem tetszik az eredmény, akkor megint meg kell figyelni, hogy magadat, a szokásaidat, a cselekedeteidet, és ezekből lehet tanulni. De még ez is kevés, mert biztos van, hogy tudod, hogy rossz szokásod van, de mégis csinálod. Hát miért van az? Mondhatnám a körömrágástól elkezdve, csak ilyesmi van. Most meg ez szubjektív, hogy jó vagy rossz. Na, itt én azt mondom meg, hogy szerintem neked ez egy rossz szokásod. Hát miért? Tehát a téged boldogát, azt mondja, hogy én. De te már tényleg te is érted, hogy ez mondjuk elveszítőt, olyan dolgot csinálsz, amíg elveszítőt a családodtól, vagy viszi a pénzedet, mert rosszul hagyja, vagy az egészséget. Tehát, hogyha annyira rossz vagy, akkor viszont az tényleg, azt lehet, ezt neked kell. De tedd, hogyha rossz, akkor miért nem tudom, hogy nincs sem változtatni. Nem is sokszor, mert jól tudom, hogy rosszat csinálok. Mikor mondanám a dohányzás, de tehát már majdnem már függőség, bár a szokások általában függőségek is szoktak alakulni.
mondtam már, hogy ez nem annyira pozitív, nem annyira jó dolog, de én hiszem, hogy a pozitívból is lehet, ahol hiszem, hogy a szép szó is, a szeretet is, csak az kevés. Megint a túlélésre az ember az amikor megfogta a tüzet, az azonnal megégette a kezét, örökre megfogta, hogy nem nyomunk bele. Ha lehet, hogy csak lanyuskás lett volna, még eljátszott volna a kérdőleg, és néha megégeti a kezem, néha meg nem. Tehát a fájdalom az nagyon gyorsan tanít. Nagyon gyorsan. És a túlélés szempontjából van, hogy nagyon gyorsan kell cselekedni. Akár az önvédelemben beszélek, akár a hétköznapi életben. Szóval általában ez szokott következni valami, ami azt mondja, hogy most akkor látod. Nem feltétlenül szükséges, de általában. És innen egy ilyen motivációja van az ember, tudod, a motiváció szó már elcsépel, de igazából ez működik, mint az évben Maslow-ban, a Maslow piramis, hogy az amerikai pszichológus biztos hallottak róla, hogy a motiváció is elméletet megalkott, és ez a piramis foglalja össze, hogy az embernek milyen szükségletei van, hogy mit sorba, hogy az első van a fiziológia, tehát itt van a zenés, az imás, az alvás, meg a szex. Ezek a fontosabbak. És minden erőket először erre fordítjuk. Ha ez megvan, akkor a következő, ez a biztonság, a lakás, a lakhatás, meg a munka. Ez a kettő az a piramis alapja, ez a túlélés szint. Utána jön az összetartozás szintje, szóval valahol tartozni, akár csapatba itt, majd jön a sportolás, a következő az elismerések szintje, és a legfelső az önnek valósítás, amikor a vágyaidat valósítod meg, hogy tényleg mit szeretnél. De amíg az első két szint nem elég stabil, vagy nem kerül eléggé veszélybe, amíg nem fogsz változni. Hát amíg minden energiád arra megy rá, hogy az első kettő stabilizált, szóval hogyha minden energiád arra megy, hogy ki tud fizetni a esélyt, mert hónapra élsz, összeteremt a családodnak az ételt, az italt, akkor valamire nem fog érdekelni, hogy most hogy nézel ki. Nem fogsz elmenni sportolni. Nem fogod megvinni az NDB-a salátát, megveszed az acskós levest, mert sokkal olcsóbb, mert erre van pénzed. Amíg ez a kettő nincs stabil helyzetben, vagy nem kerül eléggé veszélybe, most már muszáj váltani, most már muszáj akár munkahelyet is, mert ezzel nem fogod tudni átartani a családot, vagy muszáj valami extrát beraktad, addig nagyon nehéz változni és változtatni. Tehát ennek a kettőnek be kell stabilizálódnia. És itt kell először valaminek változnia. Tehát rá kell jönni, hogy amíg nincs energia, nincs időd magadra, vagyis hát, hogy nincs pluszod, amit magadat tudsz bolítani, mert nyilván először a család az első mindenkinek, nehéz változni, nem lehetetlen, de nehéz. Ugye ebből is látszik, hogy akinek olyan a körülményei szegényebb családból néző, az kevesebbet foglalkoznak ilyen témával, kevesebb lehetőség egyáltalán sportolni, mert ugye pénzbe kerül, hogy aki kicsit jobb életkörülmények között, akkor több lehetőség ilyenekkel. Nem lehetetlen, mert mindig vannak például, hogy nem szegény családból igazi karriert tudnak, és főleg a sport az mindig egy olyan kihívási lehetőség, de ha mások nem értek legalább, mint illetve nagyon megvolt a motivációja, miért járjak lehetősége, azért, mert egy körül alszom, és nem akarok többet ilyet. És ezért mindig eljött. Ahelyett, hogy hát végül is nem mehetek megint, meg az a beszélgem végel. Tehát mind a kettő, meg az előnye, meg a hátrány. De a lényeg, hogy itt kezdődik a motiváció, és ha van plusz erőd energiát, akkor azokat mind magadra tudod fordítani. És hogyha mondjuk lejárt az ember egy csapatba sportolni, akkor ugye ott amit beszéltem is az elején, van egy közösség, amit viszont meg már te választottál. Mert a családodnak nem úgy választja, hogy ott megszületik, és szerencsésebb esetben jó körülményei, de van, akinek nem is. Ha egész életedben azt hallod, hogy milyen szerencsétlen vagy, hát valószínűleg szerencsétlen lesz, akkor nehéz onnan kijönni. De viszont a sportot azt te választod a közösséget, ott, ahol elfogadod, ahol szeretnek, és hogyha találsz egy ilyen helyet, akkor plusz erőre kapasz, plusz energiákat szerezhetsz, és amit arra tudsz használni, hogy változtass az edzőtermen kívüli életedre. Tehát ezért is jó, hogyha az ember eljárt valahol a sporton, eljárt valahol hozzá, csak elindulni nagyon nehéz. Elindulni hazamész, hogy egy lakásból, meg fáj, minden ember, hogy 10-12 órát fizikai munkát csináltam, és akkor menjek sportolni, rá kell, tehát hogy általában ezek szoktak az emberekben. És megint itt a lehetőség, hogy előbb cselekszel, mint hogy megvárt, hogy bekövetkezik a trauma, vagy az az esemény, változásra kényszerít, vagy pedig azt mondod, hogy akkor azt keresek valamit, csinálok, összeszedem magam, találok egy célt, mert ez meg a második, belülről találsz egy célt, egy vágyat, egy motivációt, ami tényleg tud téged előrehajtani, és azért jársz el, azért csinálod ezt az egészet, főleg a vers
És hát igen, kicsit vissza is fogok adni, hogy most a sportolás, vagy a küzdősport harc, az önvédelmi rendszerek milyen különbsége egyik a másik között. Az összehasonlítás igazából nem jó, mert most a barackot meg az albát összehasonlítjuk, hát most melyik a jó. Ilyen nincsen. Ilyen általánosabb egy-két dolgot nekünk mondok róluk, azt nem mindig azt választják sem, hogy szeretném éppen nem. A sportolás, a túl a fizikai előnyei most egészségesebb leszel, meg jobban fogod érezni, mert a bőrökben nagyon sok előnye is van, nagyon sok mindent lehet tanulni, hogy az ember eljár sportot. És most tényleg már futhatsz, úszhatsz, teljesen mindent, tehát nem kell küzdősportot vagy harcvesztőt gondolni, de ott is benne van ez a változás, a változtatás. Tehát nagyon meg lehet tanulni például, hogy a játékoni teremben vagyunk, most keresem talán, de ugye, hogy eljár koniteremben, az elején még bizonyos gyakorlatokat csinál, bizonyos súlyokat, és mindig csak ezekkel dolgozni, hogy ez nem fogsz fejlődni. Mert az izmot ugye sokkolni kell, hogy kicsit megszakadjon, utána elkezdjen nőni. De egy idő után megszokja, hogy te mindig 50 kg-ban hoz fel kell. Szóval most vagy súlyt változol, tehát ugye változtatsz, hogy most 70 kg-ban hoz, vagy a fekve nyomást másodán csinálom, amit eddig lehet szélesen, tehát szinten, így van. Nem is az a része a lényeg, hanem az, hogy ott is benne van az, hogy ahogy valamit változtat, és megint most ez rájöttek magamtól, vagy rájöttek azért, mert rosszul csinálok egy gyakorlatot, és beszakadom el izmom, és akkor rájöttek, hogy többet ezt nem kell csinálni, vagy kérhetek egy külső segítséget, hogy jön egy edző, és akkor elmondjanak, hogy hogy kell csinálni. Vagy együtt megyek haverokkal, megint már egy közösség van, egy csapat. A lényeg, hogy ott is benne van ez a változás, változtatás, és hogyha ezt a teremben megtanulod, és van egy sikerélményed, akkor megint adhat plusz erőt, plusz energiát, hogy utána a hétköznapi életedben is lehet, hogy a munkahelyen van egy probléma, máshogy fogsz hozzáállni, megint akkor úgy, mert hogyha azt sikerült megoldani, akkor most lehet, hogy ezt is elkezdek valami változni, változtatni. Szóval ilyen oda-vissza hatás van, tehát nem is tudom, hogy külön választani, hogy most akkor a terem, van a külső élet, mert a terem az egy ilyen mini élet, tehát hogy ez edzés vagy sport. Ez ugyanúgy megvannak a folyamatok, ugyanúgy még az, ugyanúgy van a nehézségek, van a félelmek, vagy van a kihívások, mint a hétköznapi érdés. Nyilván most egy sportnak a tétje nem ugyanaz, mint mondjuk a munkahelyeden, amit átérsz, mert nem ugyanaz, hogy a más. Most ez de hasonló. És hogyha ott meg tudod oldani egy biztonságos környezetben, akkor megint ez adhat lehetőséget, hogy beleerősödj is, máshova is lehet a párkapcsolatokban is átmozgatod, hogy te változol, vagy te változtatsz valami, ami nem működik. De ez is az, hogy észrevett, hogy valami nem működik. Tehát ezzel kezdődik ugyanúgy az edzés rész, hogy ez a gyakorlat most már engem nem tét tovább, mit kell csinálni. Ugyanúgy el kell kezdened önmagadra figyelni. És ez nem kell, csak egy idő után nem fogsz tovább tudni akkor fejlődni. Tehát ez az egyik, a másik, hogy őszinteségre tanít meg. Hát mondhatod, hogy te bazi jó formában vagy, amikor fölállsz a futóból, az 10 perc után lerülsz, hogy ugye nem tudsz tovább menni. Szóval mondhatod, hogy én jó való vagyok, de